egyes emberekre vonatkozó rákérdezéseimben egyszer nincsen jelen. Hogy valaki, nem tudom, sokat sváb vagy cigány ember, vagy katalán, vagy nem tudom, micsoda. Mondom, ez inkább ott mérődik ez a történet, hogy alakul-e egyfelől, hogy tudunk-e táplálkozni egymásból egy ilyen találkozáskor. Az egy fontos dolog, bármiről is legyen szó. És az is fontos dolog, hogy aztán ezekből születnek-e olyan, keletkezik-e olyan energia, ami egyébként enélkül a találkozás nélkül nem keletkezhetett volna. Vagy nem így keletkezhetett volna. Vagy nem egészen így jött volna létre, vagy efféle. És azt képzelem, hogy minden ilyen találkozásról így amennyire véletlenszerű, annyira elkerülhetetlen, ha visszafelé olvasod. És ez szerintem jó dolog. Abban, hogy hogyan kell az életed végéig nyitottnak maradni. Abban, hogy nem akkor vagy frankó, hogyha ítéleteket hozol, hanem nem az az igazi bátorság, hogyha ítéleteket hozol, hanem sokkal inkább az, hogyha folyamatosan elemző mersz lenni, ha folyamatosan részt mersz venni a dolgokban, ha folyamatosan rákérdezel magadra, ha nem csak a magad történetét hiszed igaz történetnek. Ha emberi találkozásokra gondolok, akkor azok sose definiálódtak a számomra úgy, hogy éppen egy romával, vagy éppen egy nem romával találkozom. Inkább mindig az volt az alapvető kérdés, hogy azzal az emberrel, akivel viszonyba kerülök, bármilyen módon, ott miféle interakciók jönnek létre, mit tudunk egymással kezdeni. Így ilyen tekintetben, ja, azt hiszem a találkozás ennyi. A találkozás ez. Azok a relációk, amiket létrehoz két ember egymás között. Úgyhogy nagyon nehéz számba vennem azt, hogy mik voltak ezek a roma találkozások. Mert ráadásul meg mindennaposak. De nem ebben a dimenzióban azok. Hát ezeket minek sorolgassam fel, hogy így hát tök evidens dolog, hogy mondjam, és akkor így ki kéne számolnom, hogy kik a romák, meg a nem romák a barátaim, meg az ismerőseim között. Hát ezen sose gondolkodtam el egyszerűen. Én inkább szerencsés vagyok, hogy nagyon sokféle embert ismerek, nagyon sokféle nemzedékből, nagyon sokféle társadalmi környezetből, nagyon sokféle családból, és ez mindig izgalom. Leginkább azért, mert azokat a kérdéseket, amiket egy zárt társadalom evidens kérdésként tesz fel magának, azokkal a kérdésekkel én nem is tudok kérdésként mit kezdeni. Egyszerűen nem jelenik meg a számomra kérdésként. Legfeljebb dühít, amikor a sztereotipizáló vagy előítéletekkel terhes hangokat hallok, amelyek mind-mind nem igazságokra, mind-mind nem ismeretekre, általánosító aktusokra alapoznak, amikkel nem lehet mit csinálni. Mindig az egyik ember a kérdés, aki a másik emberrel viszonyban van. Vagy két ember a másik kettővel, vagy három azzal az egyel, vagy bár. Mindig az adott szituáció az, ami kérdéseket vet fel. Az ember nem cipeli egy marha nagy zsákba 7-10 generáción keresztül a saját felmenőit, és keresi ki belőle azt a felmenőt, akire rá lehet bökni, vagy akire rá lehet kenni valamit, amit én követtem el, vagy rá lehet mutatni, hogy ő az, aki által ilyenné váltam. Én ezt a zsákozást én nem szeretem. Az egy személyes felelősségbe hiszek leginkább. Azt képzelem, hogy akik egyébként ezt akik nagy hívei a közösségi sztereotipizálásnak,
ők jellemzően leginkább a saját gyávaságukat rejtegetik. Egyszerűen azt, hogy saját magukra való rákérdezésük nincs. Az nincsen, hogy saját maguk álljanak ki a saját tetteikért és gondolataikért, amit azt hiszem nagyon nehéz dolog. Ők szeretik azt, hogy ők maguk is egy egész közösséggel tudnak takarózni. Én szerintem ez egy borzasztó nagy ilyen para a magyar társadalomban biztosan.